Alapzárt a mai vendégei, Puzsér Róbert, .fm rádió és Szerető Szabolcs, Magyar Nemzeti. Jó estét, szervusztok! Jó estét! A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet a köztársasági elnökhöz fordult, hogy kérjen előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól. Gyűlölet törvényügyben nézzük. A lényege. Az országgyűlés 184 igen, 131 nem és 11 tartózkodás mellett elfogadta a polgári törvénykönyv gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosítását. Gyurcsány Ferenc augusztus 31-én a Magyar Gárdáról tartott nemzetközi ötpárti sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány a PTK módosítását kezdeményezi a vallási, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, illetve a szexuális orientáció miatt kisebbségben lévő emberek védelmében. A Társaság a Szabadságjogokért már a törvénymódosítási javaslat benyújtása után megfogalmazta kritikáit. Szerintük a szólásszabadságot aránytalanul korlátoznák, továbbá szakmai és jogpolitikai szempontból is kifogásolják az elfogadott törvényt. Álláspontjuk szerint a kormány aktuál politikai megfontolásokból terjesztette elő javaslatát, hiszen a PTK módosításán már korábban elkezdtek dolgozni a jogtudósok, a folyamat lezárását pedig nem várták meg. Úgy vélik, hogy a témában elmaradt a szakmai és a társadalmi vita. Kezdjük azzal, hogy találgattok. Mennyi esélyt láttok rá, ismerve Sólyom Lászlót, hogy a köztársasági elnök valóban alkotmánybírósági normakontrollt fog kérni? Erre komoly esély van, de azt gondolom, hogy akár megteszi ezt, akár nem, ez a törvény mindenképpen az Alkotmánybíróság előtt fog kikötni. Ugye az a különbség, hogyha Sólyom László fordul az Alkotmánybírósághoz, akkor nem is lép hatályba, ha más fordul hozzá, például a TASZ, akkor hatályba lép, de azt hiszem, hogy mindenképpen állást fog foglalni az Alkotmánybíróság. Ezt én nem szeretném megelőlegezni, de az tény, hogy a kormány, jelenlegi kormánytöbbség hasonló próbálkozásait, amikor valamilyen módon korlátozni vagy szűkíteni próbálta a véleménynyilvánítás, illetve a szólásszabadságnak a jogát, azokat a kis eddig rendre elbukta az Alkotmánybíróságon. Most azt mondják, hogy egy olyan javaslatot terjesztettek elő, amely összhangban van az alkotmánnyal, de hát korábban is ezt mondták, majd meglátjuk, hogy milyen döntés születik. Én nagyon remélem, hogy a köztársasági elnök az megfelelő lépéseket fog tenni, hogy ez a törvény ez ne léphessen hatályba. Ez egy fasiszta törvény. És lehetséges, hogy a kormányzat ezzel a fasiszta beszédet akarja ellehetetleníteni. De egy fasiszta törvénnyel nem lehet fellépni a fasizmus ellen, mert abból csak fasizmus fakad. Csak úgy tűnik, hogy kétféle fasizmussal számol a kormány oldal. Nem tudom, tehát hogy... És egyébként szégyen gyalázat az, hogy az SZDSZ megszavazta ezt a törvényt. Tehát liberális párt legalábbis szólamaiban, meg nevezékében még liberálisnak mondja magát. Tehát, hogy egy liberális párt hogy tehet ilyet? Hogy fordulhat ilyesmi elő? Hogy a szólásszabadságot ilyen mértékben sérteni, hogy vállalhatja ezt fel? Én ezt egyáltalán nem tudom megérteni. Egyébként Fodor Gábor, aki úgy tudom, hogy nem szavazta meg, hanem ő nem ment be. Tehát ő azt a megoldást választott, hogy így távol maradt ettől az üléstől. Biztos halaszthatatlan közfeladatot látott el, ilyenkor ezt szokták mondani. Egyrészt a becsületére legyen mondva, hogy legalább nem nyomta meg az igen gombot. De ugyanakkor ez viszont egy gyáva magatartás. Azt gondolom, hogy ilyenkor igenis az embernek fel kell emelnie a szavát az emberi jogok mellett. Tehát azt hiszem, hogy a civilizációnknak van egy alapnormája, és ez az alapnorma, ez le lett fektetve az emberi és polgári jogok nyilatkozatában 1789-ben. Ez úgy hangzik, hogy a szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Az egyes ember személyes jogainak gyakorlása tehát nem ütközhet más akadályba, mint abba, amely a társadalom bármely más tagja számára ugyanezen jogoknak az élvezetét biztosítja, és a határokat csak is kizárólag a törvény szabhatja meg. Ez azt jelenti, hogy ha valaki személyében nem támad, nem hív fel valakinek a megsemmisítésére, vagy valakinek a testi épségének a sérelmére, akkor az ő szólása nem büntethető. Tehát ott tartunk, hogy ez a törvény, amelyet most a parlament elfogadott, a civilizációnknak az alapvető normáit sérti. Itt erről van szó. Tehát Voltaire mondta, hogyha jól idézem őt, hogy semmiben nem értek veled egyet, barátom, semmiben nem értek veled egyet, de az életemet adnám azért, hogy megvédelmezzem a jogodat ahhoz, hogy elmondhasd. Tehát azt gondolom, hogy egy liberálisnak, meg azt kell, hogy gondoljam, hogy egy civilizált embernek a 20. 21. században ez kell, hogy legyen az álláspontja. Tehát
És ezek olyan dolgok, tehát a civilizáció alapnormái azok olyanok, hogy azokban nincsen helye vitának, mert hogyha ezekben a kérdésekben, hogy szabad-e, szabad lehet-e beszélnem, szabadon elmondani a véleményemet, vagy ezért engem börtönnel büntethessen a hatalom, ha ezekben a kérdésekben vitát kezdeményezünk, akkor valójában ennek a polgári társadalomnak az alapjait kérdőjelezzük meg. Tehát a francia forradalomnak ezek voltak a normái. Hogyha ezeket megkérdőjelezzük, akkor vagy visszalépünk a feudalizmusba, vagy meghaladva a liberális demokráciáknak a normatív rendszerét, előrelépünk a fasizmusba. Te hogy látod? Hát az biztos, hogy a magyar alkotmány, ugye, és azt mondom, hogy nagyon jó, hogy így van, nagyon szélesen szabja meg azt a lehetőséget, ami a szólásszabadság, ami kitöltheti ezt a teret. És azt hiszem, hogy én is utaltam már rá, hogy ezek rendre vannak ilyen próbálkozások, hogy ezt korlátozzák, és eddig a magyar jogállamiság ennek mindig ellenállt, tehát az alkotmánybíróság ezeket visszautasította, és én jó esélyt látok arra, hogy ez most is bekövetkezzen. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a jogokat valóban csak nagyon indokolt esetben lehet azon vitatkozni, lehet arról, hogy meddig terjednek ezek a jogok, és hogyan lehet ezeket korlátozni. Én is úgy érzem, hogy most ebben az esetben hát nem látni azt az indokot, ami felvetni azt, hogy itt most bármilyen jogot korlátozni kelljen. Annál is inkább, mert én azoknak az álláspontján vagyok, akik azzal értenek egyet, hogy a hatályos jogszabályokat kellene már végre egyszer komolyan megvenni, betartani, hiszen az olyan cselekményekkel szemben, amit mondjuk láttunk, mondjuk a homoszexuálisok felvonulása kapcsán, hogy ott egyesek valóban fizikailag bántalmaztak, meg sörös üveggel megdobták, meg megverték, hát az ellen a BTK alapján bármikor fel lehet lépni. Ennek nincs köze a szólásszabadsághoz természetesen, és nagyon sok ilyen dolgot is lehet mondani, tehát ami már nyíltan uszít és erőszakra buzdít, az ellen ma is fel lehet lépni. Nagyon helyes. Tehát ez egy tipikus pótcselekvés. Én azt gondolom, hogy ha rangsorolni kéne, hogy Magyarországnak milyen fő problémái vannak, ez az ügy, ez nincs benne az első, nem tudom hány tucatban. Ez pontosan így van. A szabadság annyit jelent, hogy minden szabad, ami másnak nem árt. Hogyha én valakinek a felszólítok a személyes biztonságának a sérelmére, akkor az ma is büntethető. Amiről itt most, ebben a helyzetben beszél a kormányzat, az az, hogy nem csak az egyénnek van méltósága, hanem egy csoportnak is lehet méltósága, például egy etnikumnak, vagy társadalmi osztálynak is lehet méltósága. Hát a kisebbség, ezt így határozták meg, igen, bármilyen kisebbség. Bármilyen csoportnak, hát igen, egy csoport az egy kisebbség egy társadalomban. Most az lenne, vagy többség. De ebben a módosításban nem bármilyen csoportnak, ugye többen azt vetik föl, hogy a kisebbséget határozza meg, miközben mondjuk a magyarság, mint többség, nincs megvédve ezáltal a módosítás. Más példát mondanék, hogy hát volt ez a tilos rádiós eset, amikor egy úriember ugye azt találta mondani, hogy ő kiírtaná az összes keresztényt. Ugye ez esetben elég nehéz ezt meghatározni, hogy ez alapján, a törvény alapján, ha ez egyáltalán hatályba lép, és remélhetőleg végül is ez nem fog bekövetkezni, ugye akkor mit tesz a jogalkotó, hogyha egy ilyen esettel hát, találkozik? Tudja ezt megítélni? Mondok egy népszerű példát. József Attilától idézek. Döntsd a tőkét, ne siránkozz. Ezt mondta József Attila. Na most ez konkrétan sérti egy jól meghatározható csoportnak a méltóságát, mégpedig a tőkés osztály méltóságát. Hogy a számarányát tekintjük, és nem a tőke arányát tekintjük, akkor a tőkés osztály ez egy kisebbség Magyarországon. Nyilvánvalóan a József Attila idején is az volt, vagy még inkább az volt. Ennek a csoportnak a ledöntésére, megdöntésére szólít fel József Attila. A Petőfinek már nem lenne ilyen problémája, az akasszátok fel a királyokkal, legalábbis Magyarországon ezzel nem tudnak itt megsérülni. Idézek Petőfitől egy másikat. Mit nem beszél az a német, hogy az Isten nyila ütné meg? Okay. Most Magyarországon már akkor is volt német kisebbség. Tehát most itt ott tartunk, hogy ez a kormányzat Petőfi Sándort és József Attilát ezekért a szövegekért bebörtönözni. Erről beszélünk most, konkrétan. Tehát ilyen mértékben sérti, kívánja sérteni, és fogja sérteni, hogyha ez a gyalázatos törvény átmegy, a szólásszabadságot ez a kormányzat. De tegyük fel, hogy elfogadjuk a szempontjait, csak a játék kedvéért, csak a szellemi játék kedvéért, és azt mondjuk, hogy meg kell védeni bizonyos csoportoknak a méltóságát. Egy ilyen törvény, amelyik a nyílt, konkrét, mondok egy példát, a legnépszerűbb példát, zsidózással szemben próbál fellépni. Mit fog kiváltani ez a törvény? Semmi mást, mint a konkrét tételes zsidózást áttereli a kódolt zsidózásnak a gyakorlatává. Mi lesz a következmény? Hogy onnantól kezdve nem arról fognak beszélni, hogy ezek a zsidók, hanem azt fogják mondani, hogy ezek a galicianerek.
mondjuk. Vagy azt a kifejezést fogják használni, hogy ezek az idegen szívűek. És akkor azért már az már nem lesz büntethető. Tehát valójában miről van szó? A zsidózás marad, találnak helyette egy másik kifejezést, mert ezt már nem tudja a bíróság büntetni, mert ez már egy esztétikai kérdés. Tehát ez már egy esztétát kell hívni a bíró mellé, vagy a bíró egy szemében esztéta is lesz, és megállapítja, hogy hát az idegen szívűek az itt jelentheti például a zsidóságot, de ez már nem konkrét, ez már nem tételes. Tehát a törvénykezés egyszerűen nem alkalmas arra, hogy a gyűlöletbeszédet azt megszüntesse. Nem szüntetné meg, hanem egy másfajta nyelvi formulát eredményezne, gyakorlatilag, hogy mondjam, költészetté tenni a gyűlöletbeszédet vagy a zsidózást. No, tehát ezért mondom azt, hogy ez egy pótcselekvés, amellett pedig nekem mindig azt szokott erről eszembe jutni, hogy ugye elsősorban Magyarországon a baloldal, a jelenlegi kormánykoalíció az, ami folyamatosan küzd, ugye hol a fasiszta veszéllyel szemben, hol az ilyen gyűlöletbeszéddel, antiszemitizmussal szemben, és nekem mindig az érzésem, hogy itt ennek a küzdelemnek nem a győzelem a célja, hanem a küzdés maga. Tehát, hogy folyamatosan fölmutassa azt, neki erre politikai jogokból szüksége van arra, hogy azt demonstrálja, hogy itt egy szélsőséges veszély van, és a szélsőséges veszéllyel szemben ők és csak ők azok, akik ennek az országnak a lakosait, a különféle kisebbségeket meg tudják védeni. És ugye valamikor nem elég a beszéd, valamikor tettekre is van szükség, és egy ilyen törvényjavaslat, ez úgy tűnik, mintha valami történne, valami cselekvés van, nem csak beszélnek, hanem a parlamentben valamit lépnek is. Csak hát néha az az ember érzése, hogy fejjel mennek a falnak, hiszen ugye az alkotmánybíróság eddig egy nagyon erős fal volt, amiről mindig visszapattantak ezek a törekvések. Na most képzeljük, csak nagyon vicces, képzeljünk el egy olyan bírósági tárgyalást, ahol egy irodalmárt meghívnak, mint szakértőt, és az irodalmár az azt mondja, hogy József Attila itt, amikor arról ír, hogy döntsd a tőkét, itt nem egyértelműen a tőkés osztályról van szó, hanem itt a favágók azok, akik igazából a fákat próbálják kidönteni, hát itt a költő nem feltétlenül, vagy nem egyértelműen gondolt erre a tőkés osztályra, és hogy micsoda belemagyarázás ebbe ez. Tehát, hogy így elképzelem ezt, hogy irodalmárok meg esztéták fogják értelmezni ezeket a szövegeket, ami önmagában egy gyalázat, mert akárki akármit is mondhasson, mert éppen ez a civilizációnk egyik legfontosabb vívmánya. Csak hogy illusztráljam, hogy hogyan kell egy tisztességes liberálisnak ilyen helyzetben viselkedni. Chicagóban néhány száz neonáci tüntetést jelentett be, és az a helyi hatóságok megtiltották az ő gyülekezésüket. És a helyi liberálisok több tízezrével vonultak ki az utcára azért, hogy megvédelmezzék a megszerzett liberális alapvető jogokat. Tehát ezeket azokat a szabadságjogokat, amelyek például az ő szólásukat biztosítják. Tehát az, hogy a neonácik nem beszélhetnek, az ezeket a liberálisokat nem megnyugtatta odakint, mint az ittenieket, legalábbis az SZDSZ-t, hanem éppen, hogy nagyon-nagyon aggasztotta, mert azt látták, hogy ez a precedens, a szólásszabadságnak ez a sérelme, ez a szólásszabadság összes további sérelme számára precedenst jelenthet. Tehát a jövőben erre hivatkozva majd újabb és újabb jogokat lehet megvonni az emberektől, hogy beszéljenek. Tehát ma a gyűlölet, a közösségi gyűlöletkeltést tiltják, holnap talán a Pentagon tévedhetetlenségét nem lehet majd kétségbe vonni. Ez a magyar történelemben nagyon jól ismert jelenség. Tehát amikor a második világháború ugye véget ért, akkor ugye perbe fogták, és nagyon helyesen ugye a nyilasokat elítélték, bírósági tárgyalásokat folytattak, de hát azért akkori leírásokból tudjuk, hogy már akkor is nagyon sokszor megsértették azokat a jogállami normákat, amíg azt gondolom, hogy még velük szemben is kiárt volna ez, és ugye az történt, hogy azért ugye nem szólt senki, mert ugye mondjuk Szálasi Ferenc emberi jogaiért kevesen állnak ki ugye hangosan. Utána viszont ugye már más is bekerült ebbe a gépezetbe, és utána az egész demokráciát ugye letarolta ez a gépezet. Ha túlléphetnénk a gyűlöleten végre, mert hogy Péter Falvi Attilát idézzük, a szabadságjogokért szervezet vele is vitába keveredett egy másik ügyben. Péter Falvi úr a Társaság a szabadságjogokért kritizálta az ön egyik állásfoglalását, miszerint nem minősül a rendőr, az intézkedő rendőr közszereplőnek. Erről mi a véleménye? Nem az a lényeg, hogy az intézkedő rendőr minek minősül, hiszen az intézkedő rendőr közhatalmat gyakorol, közfeladatot ellátó személy, és a közfeladatot ellátó személynek a feladatával összefüggő adatai, ha jogszabály másként nem rendelkezik, nyilvános. És a rendőrségre vonatkozóan, a szolgálati állományra vonatkozóan olyan szabály van érvényben,
amely ezt a nagy nyilvánosságot leszűkíti, a névbeosztás, rendfokozat azonosító számra, kitüntetésre. Tehát a rendőrnek, az intézkedő rendőrnek az arcképe, akkor is, ha közterületen közhatalmat gyakorol, nem tartozik azok közé, az adatok közé, amelyet a jogszabály tételesen felsorol, mint nyilvános adatot. Én magam is egyébként több ízben kifogásoltam már, és a jogalkotó felé jeleztem, hogy nincsen összhangban az adatvédelmi törvény és a speciális törvény, nevezetesen most legutóbb a papjelentés kapcsán írtam levelet az igazságügyi és rendészeti miniszternek, ahol szintén felvetettem, hogy az adatvédelmi törvény és a rendőrségre vonatkozó, rendőri állományra vonatkozó törvény között az összhangot meg kellene teremteni. Nos, tehát nyilvános a rendőr arca, vagy nem nyilvános? Illetve mennyire nyilvános? Hát itt joghézag van, azt mondta az adatvédelmi biztos úr is. Gondolom ezt valahogy majd a jogalkotónak fel kellene oldani. Én ezért nem is foglalnék ebbe határozottan állást. Az viszont tény, hogy az egész probléma azért vetődött fel, és azért érzékenyer egy kicsit mindenki, mert ugye a köztársasági elnök úr is elmondta több beszédében, hogy itt a tavaly őszi eseményekre utalva, hogy ott láthattuk azt mindenki ugye a felvételekből, hogy nagyon súlyos jogsértéseket követtek el rendőrök. Eljárások indultak, amelyeknek a 80% vagy nem tudom hány százalék a nagy többsége ugye azért nem vezet eredményre, mert nem lehet beazonosítani az elkövető rendőröket. A jogsértés az nyilvánvaló, hogy megvalósult, csak hát ugye ismeretlen tettes. De vajon azért, mert az arcukat nem láttuk, nem azért, vagy azért, mert nem volt rajtuk azonosító, hiszen ha van rajtuk azonosító. Kettő, ugye maszk is volt rajtuk, ami azért a rendőrök esetében azt gondolom, hogy egy ilyen akciónál azért mindenképpen túlzás, tehát ez nem egy terror elhárító akció, vagy nem tudom, micsoda, amikor egy tüntetést akár jogosan, akár jogszerűtlenül ugye szétvernek. Mindenképpen itt az azonosíthatóság kérdése vetődött fel hangsúlyosan. Ez a lényeg, ezt kell valahogy megoldani. Ha egy rendőr bűncselekményt elkövet egy tüntetésen, akkor azt a rendőrt is ugyanúgy felelősségre kell vonni, ahogy egyébként a jogsértő tüntetőt is. De hát ez biztosítaná a megkülönböztető jelzés, amely egy évvel ezelőtt hiányzott. Egyébként itt pont ez a lényeg. Tehát, hogy ha megkülönböztető jelzés van rajtuk, és látható, és elől is jó nagy betűkkel, számokkal, hátul a sisakon is jó nagy betűkkel, számokkal. Tehát nem csak hátul, mert elől gyakorlatilag olvashatatlan. Tehát ami hátul van, az még ki lehet venni. De azért elképzelem, hogy amikor egy rendőr éppen nagy széles mozdulatokkal, kezében viperával megsérti az én állampolgári jogaimat, a biztonságomhoz való jogomat, akkor nem biztos, hogy le tudom olvasni és memorizálni tudom, főleg azért, mert amikor éppen beszakad a fejem, akkor a lehetséges, hogy azok a sejtek is sérülnek, amelyekbe éppen elvésném azokat a bizonyos számokat, amelyek amúgy sem túl nagy betűkkel, meg gondolom közben mozog is, amikor leveri a vesémet. Tehát, hogy nem biztos, hogy azt én pontosan jól le fogom tudni olvasni akkor abban a helyzetben. Nem az a kérdés, hogy látszik-e az arca. Nem gondolom azt, hogy bosszú tárgyává kéne tenni a rendőröket. Tehát itt pont az a lényeg, hogy működjön az a törvényes mechanizmus, ami alapján számon kérhetőek nem állnak törvény fölött. Tehát ilyen helyzetek ne fordulhassanak még egyszer elő, amik egy évvel ezelőtt. Egyébként meg ezer sebből vérzik a rendőrség, és tényleg millió egy aggályunk lehet vele kapcsolatban. Nekem a legkisebb problémám az, hogy látszik az arcuk, vagy nem látszik. Megkülönböztető jelzés, na az látszol rajtuk, tehát az a fontos. Az azonosíthatóság, igen, az a kulcskérdés. Pont ez a lényeg. Egyébként meg Péterfalvi Attilával kapcsolatban két eset lehetséges, vagy rossz az adatvédelmi törvény, vagy rossz az adatvédelmi biztos. Tehát amikor a kettő az ellentmond egymásnak, akkor azért valami probléma azért csak van. Nem? Hát nyilván föl lehet ezt oldani valahogy. Hát vagy a törvényt kell megváltoztatni, vagy pedig Péterfalvit kell elhajtani. Kötött mandátuma van. De hát ugye, ha már mondtad, hogy a rendőrségnek ugye ezzel sebből vérzik a magyar rendőrség. Ugye nagyon érdekes volt ez az eset, amit most nemrégiben lehetett látni, hogy a mostani rendőri akciónál is van felvétel arról, hogy egy rendőr ugye elhagyja a viperát. És ugye ezzel az a probléma, hogy én azt gondolom, én elhiszem Bence Józsefnek, hogy ő komolyan mondta azt, hogy itt nem fogják engedni azt, hogy a rendőrök viperát használjanak. Ugye gyakorlatilag egy éve vita folyik arról, hogy miért használtak, ugye ez nem volt rendszeresített. Most már kiderült, hogy tavaly október 23-án sem lett volna szabad használni viperát, és most ennek ellenére mégis volt egy olyan rendőr, ugye, aki ilyen szerencsétlen módon lebukott, és ott volt ez a. És valószínűleg felelősségre is fogják vonni. Én azt gondolom, hogy ez arra utalhat, hogy mintha nem lenne kellő fegyelem a rendőrségen. Mert én biztos vagyok abban. Értelem, szóval
biztos vagyok abban, hogy a rendőrvezetés ezt komolyan gondolta, nem akartak most már ebbe balhét, hogy most van-e vipera vagy nincs vipera. Elmondták 20-szor a nyilvánosság előtt a sajtóban nyilatkozták, és mégis volt olyan rendőr, aki úgy gondolta, hogy neki kell kíváncsiak, vipera, hogy annak a rendőrnek miért volt égetően szüksége arra, hogy ez a vipera nála legyen? Ennyire hozzánőtt, vagy... Hát nyilvánvaló, hogy az ő számára, ő neki a vipera, az ő személyes kiterjedése. Tehát ebben is azt látom, hogy milyen érdekes nyelvi képződmény az, amikor arról beszélünk a szó átvitt értelmében, hogy ezer sebből vérzik a rendőrség, és ez a szó konkrét értelmében jelenti azt, hogy ezer sebből vérzik a társadalom, legalábbis az a része, amelyik kimegy az utcára, hogy gyakorolja a gyülekezéshez való jogát egy olyan ünnepen, amely előtt az összes létező médium teleharsogja a fejünket azzal, hogy jöjjenek, ünnepeljünk együtt. Hát itt van a forradalom 50. évfordulója, együtt az utcán, 50 rendezvény város szerte. Jöjjön és ünnepeljen. És ki megy ünnepelni, és széjjel verik, de darabokra. De tényleg, tehát hogy ez az érdekes benne, hogy mit keresett ott a vipera? Hát ez az eszköze ennek. Tehát a dolgok, amelyek a szellemi szinteken ilyetén módon csapódnak le, összeállnak egy viperában a rendőr kezében. Persze, mert egy kígyó bűvölőnek lehet viperája, szegény rendőrnek meg nem lehet. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük.